Évente körülbelül 180 előadást játszott a Tália Színház társulata. 40 év alatt ez 7200 előadást tesz ki. A 7200 előadást nagyon szerényen számítva 250 néző látta, akkor 1.800.000 néző az, aki közvetlenül a Tália Színház előadásán megjelent. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönség! A Magyar Köztársaság Kassai Főkonzulátusa nevében én is sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a mai jubileumi rendezvényen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Tália Színház egész társulatát, amely immár a 40. évfordulót ünnepli. Fekete Péter öcsém, te kis ügyet vagyok, kérem szerencse valam, ülíts a zsebogat, kinek a jó keze vagy, jót sose hagy, kérem a harkolat. Adja meg az Isten sírásaink végén, lelkünknek teljességes áldott végességét. Adja meg az Isten. Csipkefacsipkéin, szüzeknek micskéin, mókusokon át, orvasokon át, ország oszáján, át a világ ragáján, róka büdös gyámukon, át özvegyi fátlakon, sisakokon, kalapokon, verebeken át, eveken is át, könyveken, patikákon, kígyókon, koponyákon, palaveszőn, palatáblán, szerkezeten, ábrán, át a bölcsességen, mint a sav a fémen, kovakövön patazaja a fülemig érjen. Hány évesnek tetszik lenni? 98. Hát akkor van egy kis probléma, mert a korára való tekintettel háromszoros biztosítási díjat kell fizetni. Háromszoros biztosítási díjat kell fizetni? Akkor én most hazamegyek, és megbeszélem ezt az édesapámmal. És hány éves a bácsi édesapukája? 118. 118? Na tudja mit, bácsikám, maradjon. Menjen szépen haza, beszéljen meg az édesapukájával, és jöjjön vissza holnap. Holnap sajnos nem jöhetek. És miért? Holnap lesz a nagypapának az esküvő. Még él a bácsi nagypapája? Hála Isten! És hány éves a bácsi nagypapája? 138. 138, és most akar megnősíteni? Nem akar, muszáj. Szép, ami feladatunk, legyünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk. Aki
Egyedül, amíg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben, vagy ne talán azt gondolod a kedves tücsök szószét, hogy ebben az évben nem is lesz tél. Hát, én a jövő héten elutazom, és majd csak úgy május körül jövök vissza. Elutazik, netán valami rokoni meghívás? Nem, tudja, én nem járok vendégségbe, mert hogy gyakorolok, csak úgy hegedülgetek. És elárulja, hogy hova utazik? Párizsba. Párizsba? A hangja kikerekedett szemmel a tücsökömmel. Tréfár, kedves szomszéd! Mégis miből tenne magának arra, hogy Párizsban töltse a teret? Kérdezte most már kisé emelt hangon. Meghívtak. A konzervatoár. Hangversenyeken hegedülök. Kőműveseket és asztalosokat, ácsokat, valamint a Borsiból körtvélyesről jött szülőket és asztalosokat, kőműveseket, ácsokat, akik önként ingyen segítettek ebből olyan nézőteret varázsolni, amin önök most ülnek. Hogy ez egy sima terem volt, meg kellett a nézőteret emelni, ez ácsmunka volt, meg kellett az erkét oldani, hogy ülőhelyek legyenek. A színészek és a védők ereje nem a falakban van, hanem a nézők szívében, és kívánom, hogy ez a szeretet, ami önök szeméből ránk ragyog, és ragyogjatok ránk, mondhatnám azt, hogy egri csillagok, de kasai csillagok.